Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Mózes 4. könyve 6. részének 22. versétől szól hozzánk Isten igéje. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon békességet néked. Ezt mondjátok nevemben, Izrael fiainak, és én megáldom őket. Az ároni áldás második mondata így hangzik: világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Ezt mindnyájan értjük. Az orca azt jelenti arc. Az arc szó régies változata. Ez nyilván ünnepélyesebb, mert az áldásnak mindig ünnepélyesen kell hangoznia. Különleges kifejezés ez az áldásban, mert Istennek nincs olyan arca, mint a miénk, hiszen az Isten lélek. Igen ám, csak minden ilyen emberszabású kifejezés, amit Istenre alkalmazunk, azért hangzik el, mert nem tudjuk másként kifejezni azt, amit szeretnénk. Itt azt akarja kifejezni a Szentíró: ha végignézzünk a Szentírásban, látjuk, tényleg így van, akkor ragyog fel valakinek az arca, amikor rámosolyog valakire. Két egymást szerető ember meglátja egymást a forgatagban, a szemük felcsillan, és azonnal önkéntelenül rámosolyognak egymásra. Erről van szó itt az igében. Meglátom azt, akit szeretek, és az arcom felragyog. Semmi külső okom nincsen rá, nem meséltek tréfát, nem értem el sikereket, a másiknak örülök, az ő jelen létének örülök. Így néz ránk Isten örömmel, és így világosítja meg rajtunk az ő arcát. De mi indokolja azt, ha Isten ránk néz, hogy örüljön, az ő arca felragyogjon? Mert tudjuk a Szentírásból, hogy bennünk nincs semmi, ami Istent jókedvre derítené, ha szabad emberszabásúan kifejezni ismét magamat. Egyetlen dolognak örül Isten, ha ránk néz, ami orcát felragyogtatja, ha meglátja bennünk szent fiát, az Úr Jézus Krisztust. Ha már behívtuk őt a szívünkbe, az életünkbe, ha már el tudjuk mondani Pál apostollal: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hadd kívánjam ma Isten áldását minden kedves televízió néző életére, az ároni áldás másik ének változatával: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ő. Világítsa meg rajtad arcának fényét, és könyörüljön te rajtad ő. Fordítsa terejád az Úr az ő orcáját, adjon te néked békességet, és hozza el az ő országát. Amen.